Tisztelt doktor úr, sok boltban kapható kutya szalámi, kutya párizsi. Adhatok ezeket 4 éves kutyámnak, tacskó keverék. Jó árban vannak. Zsófia. Hát kedves Zsófia, azt gondolom, hogy csemegének igenis lehet ilyeneket adni. Mindig nagyon érdemes megnézni, hogy ezeknek a minősége milyen, honnan származik. Jó minőségű, ismert származási helyről, jóvágóhídról, stb. Igenis lehet ilyen anyagokat, ilyen élelmiszereket adni a kutyának. Ezek a szalámik általában összetett élelmiszer adalékokból vannak, tehát ebben van hús, van különböző zsír, van porc, vannak apró csontreszelékek, a darálékok tulajdonképpen, tehát akár a csirke agyának a különböző szövetei bele vannak darálva. Tehát egy összetett kosztról van szó, amelyben akár csont, pici csontdarabok is elképzelhetők. Ezek így önmagában etetésre alkalmasak, és inkább én azt javasolnám, hogy ilyen jutalomfalatként, csemegeként, ilyen kvázi édességként, amit az ember ugye kvázi édességként enne, aszerint adjon ilyeneket, egyébként pedig valamilyen közepes vagy jó minőségű táppal etesse a kutyust.